tudósok felelősség óriási. Úgyis mindenki megérti, hogy milyen felelősségünk van arra, hogy ne legyen atomháború. De jön egy új felelősség. Ugye egyre világosabb lesz, és főképpen matematikusok és mérnökök munkája által, hogy cirka 100 év múlva, ha így megyünk tovább, akkor fölesszük a világ kincseit, kimerítjük a természetes kincseket, és az egész föld nagyon szegény lesz. Ez most a nagy felelősség. Az emberi kultúránk nem szabad megszűnni 100 év múlva. De ha így megyünk tovább, akkor megszűnik. Utalok az MIT nagyon érdekes munkáira, akik a kompjúterbe tettek minden adatot, és mindig kijön, hogy a különböző politikák mellett el lehet tolni mondjuk 20 évvel a katasztrófát, de úgy körülbelül 100 év múlva mindenképpen lesz egy katasztrófa, így megyünk tovább. Szóval akkor most egy óriási felelősség hárul a mindenféle tudományra, egy új tudományt és egy új technológiát kell megalapítni, ami csak annyit vesz ki a természetből, amennyi visszanő, vagy amennyit helyettesítni lehet.